mindenkit. Nagyon örülök, hogy itt vannak, és vigyék hírét a mi munkánknak, mert nagyon fontos, hogy az országban minél többen tudjanak erről a kezdeményezésről. Először is meg szeretném köszönni az Aktív Magyarország kormánybiztosságának azt a munkát, amit velünk végzett. Az elmúlt 5 évben minden kérésünknek, minden felvetésünkre pozitív válasz jött. Az egyik ilyen nagyon fontos, és ezt a Máriusz nem mondta, hogy kezdetben úgy volt, hogy 4 ember tudunk vinni az olimpiára, ez 24-re nőtt. Tehát ennek gyakorlatilag a fedezetét, az egész program lebonyolítását a Aktív Magyarország kormánybiztosságának köszönhetjük. Szeretnék, mert hogy lássák a sajtóképviselői, hogy milyen hatalmas szám van e mögött, a 26 ezer regisztrált mögött, néhány statisztikai adatot megosztanék. 1.192.000 kilométer pontosan, igen, 1.200.000 kilométer, 23.000 kilométer úszás, 35.000 kilométer kajakkenu és evezés sportág, mountain bike-ból 62.000 kilométer, országúti bringa 687.000 kilométer, és a túrázásból 203.000 kilométerre teljesítettek az önpróbázók ez alatt az idő alatt. És itt szeretnék visszamenni a geogóra. Ugye itt a szabadidősport egy hatalmas pofont kapott, rendezvények elmaradtak, és gyakorlatilag azt vettük észre, hogy egy pillanat alatt nincs pontszerzés, nincsenek lehetőségek, és az emberek bezárkóznak, és gyakorlatilag motiváció nélkül maradnak. És akkor hirtelen fölfigyeltünk egy startupra, egy magyar alkalmazásra.